Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő vlogomhoz végre. Hát el se hiszem, hogy újra ezt mondhatom. Fogalmam nincs, hogy mennyi ideje nem volt vlogom, viszont nagyon jó újra ezt a kamerát tartani, és végre így beszélni hozzátok. Kicsit később kifejtem, hogy mi fog történni, viszont rengeteg dolgunk van, úgyhogy szeretnék még nektek annyit elmondani, hogyha nem láttátok volna az előző két videómat, mind a kettő egy kicsit komolyabb témás, beszélgetős videó volt, ez és ez. Akkor azt nézzétek meg, keressétek meg a csatornámon, vagy itt lent lesz a linkje, ott is meg tudjátok majd nézni. Én már egyedül vagyok itthon, mert Bence bement az irodába, viszont mindjárt indulok én is hozzá. Előtte még van egy kis dolgom, amit el kell intézzek, azt is el fogom nektek mondani. Ezen kívül ma még 5 helyre fogunk menni, amiből van, amit látni fogtok, van, amit nem fogtok látni. Úgyhogy teszek fel gyorsan egy rúst, és induljunk is. Nem állítom le a kocsit erre a 2 percre, amíg elmondom, hogy mi történik. Tettem fel egy rúst. Nem tudom, hogy nektek hogy tetszik, de én most nagyon élem ezt a szint, úgyhogy most kevertem, milyen... Most kevertem, igen. Az első hely, ahova menni fogok, az egy... Nem is tudom, milyen üzlet igazából. A lovardába kell ilyen nagy zsákokat vinnem, amiben majd a zabot rakják, amikor jönnek aratni, úgyhogy az az első hely, ahova megyek. Utána bemegyek gyorsan Bencéhez az irodába, és onnan vagy a zsákos után fogok nektek jelentkezni. Próbálom érzékeltetni egyébként, hogy mennyire elmerodjant vagyok. Körülbelül, nem körülbelül, meg is nézem, 31 fok van kint, ezért megy a kocsi és a légkondi. Erre én hosszú nadrág. Nem szeretem a rövid nadrágot. Vagy szoknya, vagy nadrág, de hosszú. Úgyhogy igen, így nézek ki. És már aki szemfüles, látja, hogy itt vannak mögöttem a zsákok. Nem gondoltam, hogy ennyire nagy lesz, de hát látjátok, amúgy kilátok bőven, de hát igen. Azt se tudom igazából, hogy holnap hogy fogok úgy hazamenni, hogy vigyek magammal ruhát is. Ja, még ezt sem mondtam nektek, holnap egyébként megyek haza a hódmezővásárhelyre, mert a drága kis botikámnak szülinapja lesz, 2 éves lesz a lelkem, úgyhogy megyünk ünnepelni, és ez is program még ma, hogy vennem kell neki ajándékot, de itt vagyok már az irodába, nem hiszem, hogy ebből ki tudjátok venni, de itt vagyok az irodába. Éppen leparkoltam, úgyhogy futok fel Bencéhez, és gyorsan meglepem veletek őt. Értitek? Menjünk! Hello! Ez ki? Fáli. Na, a lényeg annyi, hogy bejöttem. Egy kis keresés után megtaláltam Bencét, utána megkajáltam, és most desszertezek, már ha beélesít. Most pedig indulunk tovább. Tök homály vagy. Most már jó. Hülye vagyok. Szóval, a rúzsom egyébként kicsit lekopott kaja közben, ezt még nem sikerült javítani, nézzétek el. Bence elvitte a kocsit mosóba, külön autóval vagyunk egyébként, de azt beszéltük meg, hogy megvárom, míg visszaér, és utána elindulok megvenni a dolgokat, amikre szükségem van. 2 helyre kell mennem, ahol videóhoz fogok vásárolni, az egyiket nem mondom el, a másik pedig Müller lesz, úgyhogy oda mindenképpen mennem kell, és nyilván kell mennem egy játékboltba, hogy Botinak tudjak venni ajándékot. És a szép egyébként az egészbe, hogyha mi most itt vagyunk, tegyük fel, akkor a játékbolt itt van, a Müller az valahol, majd meglátom, és a másik videóhoz, ahol vásárolni akarok, azt meg körülbelül 5 helyről kell összeszedni, mondjuk úgy így. Úgyhogy igazából azt se tudom, hogy hol kezdek, hol kellene kezdenem, valahol elindulok, és majd így szépen sorba intézem a dolgokat. De egyébként a játékboltot kellene előre helyezni, hogy az biztos meglegyen, mert az nagyon fontos. És a mai nap igazából ennyiből fog állni, hogy elmegyünk megvenni azokat a dolgokat, amiket az előbb mondtam, és utána pedig a holnapi nap is bele fog tartozni ebbe a kis napi vlogba,
Úgyhogy igazából ez egy kétnapi vlog. Kezdek berekedni. Ja, és nagyjából sikerült kigyógyulni ebből a kétnapos kis betegségemből. El nem tudjátok képzelni, hogy én milyen szinten haldokoltam. Szóval, hogy igen, holnapi nap egy fantasztikus kis babazsúr lesz. És amíg nem voltam otthon egyébként, elkezdtem mondani, hogy keresztanya. Ne haragudjatok, úgyhogy remélem, hogy nekem is fogja mondani. Mindenkinek mondtam át, de nekem még nem, úgyhogy megpróbálom belőle én is kisajtolni holnap. Még két infó van, amit szeretnék nektek elmondani, azt hiszem, remélem, hogy nem hagyok ki egyébként semmit. Az egyik az, hogy a lila sminkes videómnál, amit itt meg is tudtok nézni, megszavaztátok, hogy mi legyen a következő szín, úgyhogy jövő héten körülbelül az is érkezik. Ezen kívül pedig a hónap végén egy hatalmas nagy bejelentéssel jövök nektek, viszont egy kicsit last minute-be fogom elmondani, úgyhogy legyetek nagyon felkészülve, mert nem sok időtök lesz reagálni erre a kis felhívásra, amit fogok majd nektek mondani. Viszont remélem, hogy nagyon fogjátok imádni, és fogtok élni a lehetőséggel. Nem beszélek tovább, mert véletlen még elszólom magam, úgyhogy megvárom, hogy visszaérjen Bence, és indulhatunk is tovább. Újra vissza a vállalhatatlan fényviszonyokhoz. Megyek be a plázába, oda viszont kamerástól nem viszlek titeket, úgyhogy átváltunk telefonra, és lássuk, hogy miket veszek. Elfáradtam egy kicsit, az az igazság. Pont most tettem ki egy sztorit, ahol megkérdeztelek titeket, hogy milyen márkára tippeltek, mit vásároltam fel, és nem is tudom, hogy mikor fog kimenni ez a vlog. Vajon hamarabb megy ki az a sminkelős, mint ez? Na nem tudom, hogyha a sminkelős már kint van, akkor ide megmutatom nektek, hogy mire tippeltetek, mivel fogom megcsinálni ezt a videót, viszont hogyha nem lesz még kint, akkor ne haragudjatok, de nem lövöm le a poént. Szóval itt van egy óriási Müller-es szatyor, nagyon nehéz, és hát igen, és itt van Botikámnak a kis ajándéka is. Azt sem mutatom még meg, hogy micsoda, úgyhogy el is dugom. És akkor most mennem kell még egy dolgot, közben itt leütöm a saját fejem, egy dolgot el kell még intéznem 5 boltba körülbelül, mert nem hinném, hogy sikerül egy boltba megvenni mindent hozzá. Úgyhogy el is indulok, mert 5:30 van, és félek, hogy bezárnak a boltok, úgyhogy szaladok. Azt viszont szerintem megmutatom nektek, mert az hamarabb fog kimenni. Mint ez, és közben csörgök, ne haragudjatok, belebeszél a kocsim, úgyhogy sziasztok, mindjárt jövök. És igen, félig megmutatom, úgyse láttok ebből semmit. Ezt viszont igen, vettem magamnak szójababot, ma ez is lesz a vacsi. Legalábbis nekem biztosan azt nem hinném, hogy Bence ennyivel megelégszik egy kajára, de mindegy, nem is ez a lényeg. Meg vagyok a vásárlással, úgyhogy most elindulok haza, és szerintem el is köszönök tőletek, és majd holnap délelőtt reggel folytatom a videót, mert ahogy hazaérek, fel fogunk venni egy videót, vagy kettőt, de a lényeg az, hogy a mai napommal kész vagyok, úgyhogy ha véletlen nem tudnék ma már felvenni több mindent, akkor holnap reggel folytatjuk. The next day. Hát sziasztok, jó reggelt! Itt vagyunk a második napján ennek a vlognak. Ahogy látjátok, már elkészültem, pakoláztam egy kicsit még itthon. Megpróbáltam Bencének felvenni egy videót, de nem tetszik neki a végeredmény, úgyhogy valószínű, hogy valami más lesz majd helyette. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem összepakolom gyorsan a cuccomat, és indulok is haza a Hódmezővásárhelyre, mert 5 órától kezdődik a szülinapi parti. Úgyhogy még előtte szeretnék egyébként hajat mosni, amire nem látok túl nagy esélyt, de a remény hal meg utoljára, úgyhogy gyorsan pakolok és induljunk is. Hát szia! Hello! És ahogy látjátok, meg is érkeztem a tanyára, ugyanis ezeket a csodákat ki szeretném pakolni, mielőtt hazamegyek. Úgyhogy gyorsan befutok, iszok egy kortyot, meg megvárom, hogy Sanyi behozza Enjoyt, és ki is pakolunk. Hát szia, Szuszuka! Szia! De rég láttalak. Szia! Úristen! Júj!
Hello! Szia! Oda néz! Csirke! Tudom, hogy nem csirke, nyugi. Milyen picik. Mi a szépség? Na itt is vagyok. Az a helyzet, hogy még mindig félkész állapotban vagyok, még mindig nem tudom, hogy mit fogok felvenni, és nyilván a hajamat sem mostam meg, úgyhogy bocsánat. Bence erre van a legjobban kiakadva, mindig. Viszont ezek helyett elmentünk egy kicsit még vásárolni, és vettünk Botinak még egy kis pólót, kettő pólót. Meg is mutatom nektek, hogy miket fog kapni. Az ágyamra csináltam egy kis zsibvásárt, tehát kap egy figurakészletet, amiben van 6 darab, kap egy olyat, amiben van 20, és kap egy ilyen tengeri ízéset, amiben, hát nem tudom, körülbelül 5 darab van. Ezen kívül van egy ilyen, hát ilyen dínó, de nem tudom, hogy ennek kell lecsipognia, vagy nem. És van 3 darab kis fürdős játék. Mindegyik nagyon kis cuki, és tudjátok, így tudja köpni a vizet. Ezután pedig a drágámnak van egy kis Mickey Jaggeres pólócska, egy ilyen kis csíkos, ez a kettő ugyanaz, ugyanis ez a kettő a Botikámé lesz, ez a kettő pedig a két unokatesójáé. Nézzétek! Hát most szólj hozzám, ennyire cuki! Nyilván azonnal fogjuk látni, hogy mi a kedvence, és ebből nem hagylak ki titeket se. Én viszont most már elkezdek öltözködni, mert még mindig így vagyok. Mindjárt mutatom nektek, hogy mivel megyek szülinapi bulizni. Na hát, a hajamat az csak nem sikerült megigazítani, nem akar úgy maradni. Viszont úgy döntöttem, hogy ez lesz az outfitem. Nagyon kis cuki, szanaszéjjel szakadt boyfriend, farmer és ilyen kis laza játszós póló. Reményeim szerint Boti nagyon jó kedvű lesz, és fogunk tudni játszani és videózni. Ahhoz viszont nem szerettem volna túl tapadós, túl értitek csinos ruhát felvenni, úgyhogy indulhatunk. Gyere gyorsan! Figyelj csak, elmondod nekem, hogy kinek van ma szülinapja? Botinak bizony. Figyelj, itt van ebbe a szatyorba. Oda néz. Több van, úgyhogy szépen sorba megnézzük, jó? Mi? Csomáma. Édesem, de aranyos vagy, odaadod neki. Tetszik neki? Adtam. Adtad, nagyon ügyes vagy. Figyelj. Mi? Segít! Segítek kibontani, kicsike! Oda hozzá! Oda néz! Olyan szállt! Azt hiszem, ez tetszik! Megnézed, mi van? Na melyik legyen a következő? Mondjuk nézzük ezt. Ezt csak. Pocsoki! Na mondd el, hogy ebben mit vannak, jó? Ops, ez papír. Ez micsoda? Bálna bizony. Teknős. Ez mi? Az tengeri csillag. Ez Bence, ez neked szólt. Boti? Ez jó. Tengeri csillag. Ez mi? De pont. Ez kérlek szépen víziló. Ez jó. Bolya. Better place. You got the sparkle in your eyes, making all the other guys stop and stare, but you'll be moving on.
Szia, Lajka! Az a világ legerősebb paprikája, ez még a szödéses gumikesztyűbe ajánlott. Látod, Bálint? Hülye vagy, hogy ettél belőle. És... I go insane. Nothing beats it when you call my name. Istenünk soká, még számos éven át soká, 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 éljen soká. Boldog süri napot! Ennyi a hírjából. De szép vagy! Jó Istenem! És ezzel vége is van a szülinapi zsúrnak, hazaértünk. Totál fáradt vagyok, iszonyatosan. Mi közben öcsivel kimentünk a lovardába, leetettünk, utána még visszamentünk, tortáztunk egyet, erről tettem ki egyébként sztorit is. Iszonyatosan cuki boti, ahogy fújja a gyertyát. Oltja, inkább maradjunk annyiba, hogy oltja. Nem tudom, mennyire látszik, de a szemem az totál véres. Nagyon elfáradtam, igazából nem tudom mibe. Nem aludtam olyan jól előző éjszaka, úgyhogy talán ez lehet az oka. Szerettem volna Botival csinálni egy normális képet, de annyi kisgyerek vette körül, és annyi játékot kapott, hogy lehetetlen volt megfogni egy normális képre. Vagy ha sikerült is megfogni, akkor a mosolygás az nem annyira sikerült neki. De mindegy, a lényeg az, hogy úgy tűnt, hogy nagyon jól érezte magát, úgyhogy egy nagyon jó kis szülinapi bulia volt szerintem. Mi édesanyával még elmegyünk gyorsan boltba, valamit szeretne venni. Viszont utána, ahogy hazaértünk, én kezdem is elvágni a videókat nektek. Gyorsan el is köszönök tőletek, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha nem követtek még Instán, akkor kövessetek be. Hogyha nem vagytok még feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Dobjatok erre a videóra egy hatalmas lájkot, és készüljetek fel, mert hozom nektek folyamatosan az új videókat. Legyetek jók, sok puszi, sziasztok!